Az önkormányzat épületébe várták a múlt héten a halmozottan sérült fiatalokat és szüleiket, hogy Újbuda önkormányzata a közelgő karácsony alkalmából 15 000 forintos támogatást nyújtson át nekik. Balázs György képviselő elmondta, az összeg kevesebb, mint eddig, de a jövőben igyekeznek növelni a támogatást. Ezek a gyerekek, mint azt már korábban televíziónk is bemutatta, egyszerre több fogyatékossággal is küzdenek, így életük végéig gondoskodásra szorulnak. Ezért különösen nehéz szüleik helyzete, akik egész életüket ápolásuknak szentelik. Az értük küzdő alapítvány egyik tagja, aki szabad idejében önként intézi a beteg gyerekek hivatali és adminisztrációs ügyeit, most elmondta, bárkitől bármilyen támogatást szívesen fogadnak. Mi csak egy kis segítséget szeretnénk adni azoknak a szülőknek, akik felvállalják ezeknek a nagyon, de nagyon halmozottan sérült gyermekeknek az ápolását, otthoni ápolását, akik semmiféle fejlesztésben nem tudnak részt venni, és a szülők felvállalták, hogy otthon nevelik, és amíg élnek, ezerrel, de ezerrel a gyermekük mellett lesznek. És ez borzasztó nagy tiszteletet követel meg, és legfőképpen nekünk, akik egészségesek vagyunk, hogyha valaki tudná ezt az alapítványt segíteni, akkor ezt nagyon megköszönnénk, mert mi tényleg ilyen humanitárius dolgokra fogjuk ezeket a pénzeket mindig felhasználni. Ez lehet egy kérés, de lehet egy kérelem. Mindenki annak fogja fel, aminek ő úgy érzi, hogy elér a kis érzékelőihez, és veszi az ezeket az információkat, hogy vannak olyan emberek, akik magukat nem tudják ellátni. És nekünk kötelességünk, egészségeseknek, hogy segítsünk. Ha nem is segítünk, akkor legalább annyit tegyünk meg, hogy egy karácsonykor valami kis jelképes pénzértéket kapnak, amit ők még nem tudnak használni. De a szülők maximálisan tudják, hogy az ő gyerekének mire van szüksége. Akik ma már nem gyerekek, hanem felnőtt emberek. Igaz, hogy nyugdíjra már jogosultak, egy minimális ellátásra, amit a társadalom tud biztosítani, de az ünnepet, a szeretetet mi ilyen kis hangya kis morzsával szeretnénk egy kicsit meghittebbé tenni.